csokoládé, vanília, nyal az egész família. Hát még ha ilyen különleges fagylalt különlegességeket lehet kóstolni, mint amilyeneket itt a Palicsitó partján a Réel jóvoltából. A Pannon reggeli csapata élő rádióműsor keretében kóstolta végig mindegyiket. Sóskaramella, mangó, pisztácia, mandarin. Nem győztük végigenni a Réel kézműves fagyjait. Az entai lengyel István vállalkozása kezdetben a különleges csokoládék ízvilágának szinonimája volt. Már több mint egy éve szó szerint belekóstoltak a fagylalt készítésbe is. Ugye kézműves fagylaltról beszélünk, itt javarészt arra gondolunk, hogy válogatott, kizárólag eredeti, igazi alapanyagokkal dolgozunk. Itt gondolok arra, ugye, hogy a mangó mangóból készül, a csokoládé fagylalt csokoládéból, és így sorolhatnám, nem használunk különböző adalékanyagokat, porokat és egyéb boszorkányos dolgokat. Tiszta ízek, tiszta alapanyagok, és így egy nagyon finom, valódi fagylaltot kapunk. A Pannon reggeli és a Réel együttműködése idén kezdődött. A csapat pedig úgy döntött, a Palicsitó partján egy közös élő rádió műsorban kóstolják végig a hűsítő gombócokat. Arról kérdeztem őket, hogy milyen érzés a rekkenő hőségben műsort vezetni. Izgalmasabb, az biztos. Kilépsz a komfortzónából, azt tudti. Zoli, számodra milyen kihívásokkal jár ez a dolog? Kihívásokat lehetett itt rendezni egyébként, azt bírom nagyon egyébként a terepi műsorokban, hogy sokat lehet a Facebookra dolgozni, tehát sokat tudunk kép- meg videóanyagokkal dolgozni, és én ezt baromira szoktam meg tudom élvezni, úgyhogy most is ez volt, hogy itt ilyen közösen összedugtuk a fejünket, ugye rendeztük a dolgokat, szerveztük, kitaláltuk a koncepciót, és hát most ugye gyakorlatilag a Facebookon már megtekinthetőek ezek az anyagok. Molnár Lajkó Anettnek ez volt az első élő terepi műsorvezetése. Nagyon jó az együttműködés a technikával, a vendégekkel, mindenki nagyon rugalmas, és tök jó a hangulat, és nagyon szeretem ezeket a műsorokat egyébként, mert ez bennünket is nyilván sokkal jobban összekovácsol, és hát kihívásnak kihívás, de állunk elébe legközelebb is. A műsor végén fagylalt kóstoló versenyt is szervezett a csapat. Zecinek és Anettnek azonban kicsit sem esett nehezére felismerni a mangót, a sós karamellát, a vörösboros málnát, vagy éppen a mákot. A Pannon reggeli szeptemberben tér vissza a Pannon Rádió 91,5-ös frekvenciájára. A reggelisek azonban addig is várják hallgatóikat terepi műsorokkal. Legközelebb Szabadkán, majd Magyar Kanizsán is. A hallgatók minden friss információt megtalálnak a Pannon reggeli Facebook oldalán.